Szia! Egy pár tippet szeretnék elmondani, hogy a merített papírra hogyan tudsz akvarellel festeni. A merített papír Isten igazából nem akvarell papír, attól függetlenül káprázatos dolgokat lehet rajta készíteni. Például egy ilyen kis tájképet, ahol fölül nedves technikával, alul pedig száraz technikával dolgoztam. Vagy itt van egy másik, amin szintén nedves és száraz technikával alkotta meg a képet. És akkor jöjjenek a tippek. Nagyon fontos, hogy nehogy megijedj attól, hogy kivilágosodik a festék. A merített papír rostjai között, mivel sokkal puhább, mint egy ilyen felületkezelt papír, így szétterülnek a pigmentek, és nagyon-nagyon kivilágosodik, így nem csak a papírnak a felszínén lesz festék, hanem a rostjaiba szépen így beülepszik. Tehát sokkal több rétegben kell festeni. Második tipp, mindenféleképpen ragaszt körbe, akármilyen kis képet készítesz rajta, érdemes jó alaposan lerögzíteni, mivel mihelyest vizet kap, ez a nyárfa kis zuzalék, amivel készítik ezt a papírt, így elkezd duzzadni és felpuposodik. Úgy néz ki, mint egy ilyen kis kelt buci kenyér, viszont amikor szépen így leülepszik benne, akkor már gyönyörűen tudsz dolgozni rajta, és nem olyan, mint bármely más, mondjuk egy ilyen 180-190 g-os papír, amit hogyha felvizezel, akkor így elkezd hullámosodni, és akkor is a kis gödrökben ott megülepszik a festék. Ez is, hogyha esetleg felhullámosodik, nem lesz a gödörben semmi, hanem ugyanolyan színen lesz az egész felületen. Következő tipp. Égbolt festésénél mindenféleképpen nedvesítsd be az egészet. Ne ecsettel, mert az felszedheti a felszínét, mint ahogy már mondtam, ez nincsen felületkezelve, hanem csak simán ilyen kis spriccelővel nedvesítsd fel az egészet, és utána szépen fokozatosan kezd el eloszlatni rajta a színeket. Ezt is úgy, hogy nagyon finoman érsz hozzá a papírhoz, hogy ne nagyon dörzsölje fel a felül. Következő tipp a száraz technikára szól. Ezt a hegyrészt például teljesen szárazon vittem föl. Ezzel kihasználtam, hogy egy picit ugye rücskös ennek a felülete, és elfektetve az ecsetet, ippek, hogy hozzáérve, ilyen nagyon jó kis hegyvonulatokat lehet kialakítani rajta. A legfontosabbak ezek voltak, amit érdemes tudni. Mindenféleképpen szeretettel ajánlom, hogy kísérletezzél, próbálkozzál meg, hogy mit tudsz belőle kihozni, mert nagyon izgalmas, nagyon sejtelmes, ellenben nagyon-nagyon kis határozott kontúrozást is ki tudsz alakítani ezen a papíron. Jó szórakozást hozzá!